A Fehérvár Média Centrum gyártás vezetője vehette át az idei Penna Régia díjat. Haufe Andor 23 éve érkezett Budapestről Székesfehérvárra, azóta erősíti a Fehérvár Televízió csapatát. Haufe Andor 1977-ben lépte át a Magyar Televízió küszöbét. A képzőművészeti osztályon dolgozott, felvételvezetőként kezdett, és a munka mellett végezte el a gyártásvezetői képzést. Mindeközben levelezőn tanult a jogi karon. Hajnalban egy pékség futáraként hordta a kenyeret, napközben a televízióban dolgozott, este pedig tanult. Végül a jogot nem fejezte be, mert családot alapított. 1989 és 2000 között a sportműsorok felvételvezetője volt. A sporthoz való kötődése azonban sokkal régebbre nyúlik vissza. 1972 és 1980 között a budapesti Honvéd színeiben versenyszerűen atletizált. 400 és 800 méteren futott, több országos bajnoki címet szerzett váltóban. Első munkahelyén csaknem 25 évet töltött, majd ezután jött Székesfehérvárra. Szeretek itt élni, a Fehérvár a Média Centrum, meg hát gyakorlatilag munkában ugyanaz, mint a magyar televíziós munkám volt, viszont, hogy kisebb, éppen ezért sokkal több embert lehet szeretni, és az nagyon fontos. Haufe Andort a nézők ugyan nem látják a képernyőn, de a munkája elengedhetetlen, nélküle nem működhetne a televízió. Örülök annak, hogy viszont egy olyan szemét tüntethetünk ki, díjazhatunk, aki úgymond a kamerák mögött helyezkedik el. Viszont akinek a munkája nélkül a kamerák sem szólalhatnának meg. A díjat a város polgármestere adta át. Cserpalkovics András beszédében hangsúlyozta a sajtószabadság fontosságát, amit a Penna Régia díj is jelképez. Nagyon fontos az előtér, de nagyon fontos a háttér is, és mind a kettő kell ahhoz, hogy valami működjön, és ez így van a nyilvánosság tekintetében is. És hogy miért március 15-én, az pedig azt hiszem, hogy talán legkevésbé kell magyarázni, hiszen 1848. március 15-ének a legfontosabb követelések egyike a sajtószabadság, magyarul a nyilvánosság, a nyilvánosságon belüli lehetőség megadása az embereknek, hogy vitatkozhassanak, hogy problémákat vethessenek föl, hogy számukra fontos ügyekre koncentráljanak, és ez valójában nem változott azóta sem. Az a különbség, hogy ott akkor vért kellett adni ezért a szabadságért, nekünk most megadatik. A Penna Régia díj Székesfehérvár érdekében kifejtett munkássága elismeréseként adományozható annak, aki a sajtó munkatársaként Székesfehérvár életének tárgyszerű bemutatásával elősegíti a város ismertségét, elismertségét, a helyi közélet nyilvánosságát, illetve hozzájárult Székesfehérvár országos és nemzetközi megismertetéséhez, népszerűsítéséhez.